Szervusztok, ezt a videót Szonyának és természetesen a közösségnek küldöm. Ez egy kiegészítő videó a tegnapi Expert Coach nyitott ház, az Open House kérdésedre, Szonya. Azt kérdezted, hogy mi a különbség a megmentő és a megmentő között, ugyanaz a szó. A legnagyobb kihívás, hogy említettem nagyon sokszor, mindig az volt, hogy a definíciók szükségesek, utána el kell őket engedni, mert minden definíció egy bizonyos szintre minket leredukál, azaz fogva tart, viszont meg kell őket érteni. A lélekszerződésről beszéltünk, és hogy a nagy technikába vettem azt a részt, hogy ennek a másiknak, ennek a agresszív vagy szenvedő valakinek lehet ez egy partner, lehet ez egy főnök, lehet bárki, akivel mi konfliktusban vagyunk, amíg mi nem tanítjuk őt meg bizonyos mélyebb pszichológiai dolgokra, addig mi sérelmeket és nehezteléseket fogunk ennek az embernek, vagy ezeknek az embereknek az irányába érezni. És ez azért van, mert mi a lélekszerződésben megígértük nekik, hogy megmentjük őket. És akkor itt jött a kérdés, hogy mi a különbség ez a típus a megmentés között, és ez a megmentés között, ami pedig egy archetípus, és az archetípus azt jelenti egy ősi árnytörténet, és megválaszolom a kérdést. Kezdjük akkor az ősi archetípusokkal. Ugye van a megmentő, ami már egy nagyon sok kompenzáció után létrejött energia. A megmentő onnan indul, hogy ősidőkben mi áldozatok voltunk. Nem akarok most mindenféle spiri magyarázatokat bele dobálni, hogy mert senki nem áldozat, hagyjuk ezt most, mert muszáj belemenni ezekbe a sebzett történetekbe, különben soha nem fogunk tudni kiszállni belőle, hogyha felülírjuk ezeket és elutasítjuk őket. Igenis voltunk áldozatok, azt nem tudtuk, hogy ezt mi teremtettük, mert nem tudtuk a magasabb menetrendet, azaz a nem tudtuk, hogy mi a szerep, mi az igazi célja ennek a szerepnek, és egy alacsonyabb tudatosságról játszottunk le egy magasabb szerepet. Ha ezeket az alacsony tudatosságot és a magasabb definíciókat összehozzuk, azaz integráljuk, megszűnik a probléma. Meggyógyulunk. Nem fogunk negatívan emlékezni múltra. Na, menjünk be egy kicsit akkor ebbe a megmentőbe. Voltunk áldozatok. Atlantisban is, ott voltunk Lamúriában is, azért volt még három másik civilizáció. Innen jönnek a legerősebb, de legbújtatottabb áldozati minták. Úgy érezzük, hogy a jó szándékunk ellenére a sok hülye, ugye, akit próbáltunk megmenteni, nem tudtuk őket megmenteni, miattuk kerültünk bajba. Ez egy áldozati kategória, vagy áldozati minta. Ahogy említettem, most nem szabad megdobálni spirituális, tudod, ilyen kifejezések, hanem el kell ismerni, hogy ez van és volt, és akkor utána meg tudjuk gyógyítani. Ez az áldozat, amit te voltál, mindnyájan voltunk, én is voltam, ez őrjünk. Csak ennek van már több tízezer ilyen letakarása, lefedés, ezeket tudják, hogy fedő történetek, cover-up stories. A fedő történetekben az a veszélyes, hogy mindig ez a fedő történetek, mondom így, az olyan, mintha a szőnyeg alá söpörnénk dolgokat. Már nem is látszik, már nem is a szagát se érzem. Így jó lesz. Viszont az eredeti történet és a rezgés az bennünk van, az elmében van, és utazik tovább az időben, és megjelenik az életben, és teremt dolgokat és körülményeket, csak nem mindig jókat. Sőt, igazán nem teremt jó. Tehát van ez az áldozat, ez őrjünk, ez gyógyulatlan. Már belefáradtunk ebbe az őrjöngésbe, plusz rengeteg új inkarnáció is van, szinte elfelejtettük, a rezgés viszont ott van a DNS-ünkben. Akkor ebből jön egy olyan verzió, ez az erőtlen, ez a disempowered victim, az erőtlen áldozat. Nem volt erőm, örjöngök,
Ugyan csak akkor örjön az ember, ha erőtlen. Nincs erő. Innen mi hiányzik? Erő, személyes erő, Isten erő, teremtő erő. Jó? És ezt meg kell gyógyítani. Ez nem lett meggyógyítva, kompenzáltunk, azaz próbáltunk korrigálni, próbáltunk jobban érezni magunkat, és akkor a tanulások meg az inkarnációk során éreztük ezt az áldozati energiát, viszont már valamilyen szinten visszaintegráltuk az erőnket, kimondtunk dolgokat, belemondtuk a pofájába, stb. Ez az empowered victim, ez az erőre kapott áldozat. Miért áldozat? Mert soha nem volt meggyógyítva az áldozati minta. Ez rengeteget, ez az empowered victim, rengeteg megjelenik a spirituális közösségekben. Szinte mindenki, aki povedál, meg rázza az öklét, meg tolja az észt, az itt van. Ez egy elakadás. Kompenzációs minta, az empowered victim, azaz az erő elejében lévő áldozat, ők ezt nem tudják, hogy az erő az még jó messze van tőlük. Na, ebbe is kiég az ember, mert minden kompenzációs mintában kiég az ember. Ha nincs teljesség, ha nem gyógyítjuk meg ezeket a dominó sorokat, akkor mindig egy kompromisszumos szituációba találjuk magunkat, ahol az élet előbb-utóbb valamit produkál, ami nem olyan szép. Na, akkor az ember itt is kiég, és akkor van egy olyan, egy érdekes következő réteg. Ez persze te tudod, csak mondom a közösségnek, hogy akkor jön ez a self-righteousness, ez a jó indulatoság. Jaj, már nem akarok őrjöngeni, akkor én majd én a közösséget, kis közösségeket alakítok itt, majd mindenkinek segítek, akkor én leszek majd a, tudod, a Lotus Factus, mit tudom én milyen, tudod, segítő, meg gyógybalzsamok, meg írók, tehát itt is nagyon sok ember van a spirituális közösségben, ez is persze az eredeti sebek ugyanúgy rezegnek a DNS-ben, és az érdekes, hogy az, mikor mondom, hogy rezegnek a DNS-ben, ezek érezhető. Tehát az ember jó indulatúnak hiszi magát, viszont rezeg benne a gyűlölködés, az áldozati minta, az őrjöngés. Ebbe is kiég az ember, ebbe a jó indulatba, vagy lehet, hogy éppen pont erőre kap és felturbozza, és akkor eljön egy olyan, ez egy hiány, vagy hiány, egy kudarc világból eredő, újabb kompenzáció, amit úgy hívnak, hogy a megmentő. The Savior. Mindnyáján azért jöttünk, hogy megmentsük magunkat, megmentsük a másikat, megmentsük az Isten fiát. Oké? Ez egy tolakodó, toló energia. Ez a megmentő. Hadd segítsek, én tudom, hogy mire van szükséged. Látom, hogy tele vagy traumával. Látom, hogy majd én csinálok neked, olvasok taróból. Itt a számisztika, mint csak a tolja az ember a hülyeséget, és mondja, rávetíti ki a saját gyógyulatlan, kompenzált sebzettségét a másiknak. Oké? Okay? Ez ismerős, nem? Rengeteg Facebook csoportban van ilyen, hogy valaki kommentel, keresd meg, írja privátban, tudod, én vagyok a hiszi, a gyöngyhalász, és akkor minden majd megkapsz tőle. Ez a savior. Fishing for clients. Próbálnak klienseket halász. Így jelenik meg. Viszont a rengeteg gyógyulatlan energia, a sebzett, az örjöngő, a tolakodó, a kudarcot vallott energia ugyanúgy alatta van, és megjelenik, ki lesz vetítve a világra, ki lesz vetítve másokra. Ez egy támadó energia. De ez az eredeti szévjő, ez az archetípusa, a szév, ezek meg kell gyógyítani. Minden lépését integrálni kell a nagy technikával, ány technikával. Nagy technika, ány technika, nagy technika, ány technika, ugyanez nagy technika, ány technika, és utána egy shadow compensation, egy árnyi kompenzáció, val ez feloldani, ez a kompenzációs dominósor, és puf, meggyógyulunk. Oké, okay, tehát ez az archetípus verzió. Amit én a nagy technikában csináltam, az az, hogy
Azok a sérelmek, azok a neheztelések, amiket mi érzünk bizonyos illetők iránt, és ezek lehetnek nem is, tehát úgy ismeretlen emberek, nekem is volt egy srác, azt hiszem Oklahomából felkeresett, és egy eszméletlen konfliktus alakult ki közöttünk, és addig nem hagyott békén, amíg én magamban fel nem oldottam ezt a típusú, úgy néz ki, mint egy lélekszerződés, mert olyan paraszt volt velem, hogy állandóan követelőzött, fizetni nem akart, csak az időmet követelte, azt én meg nem adom. És akkor az történt, hogy használtam ugyanazt a pszichológiát, amit én tanítok, hogy azért van ez a furcsa érzés vele szembe, ez a neheztelés, ez a sérelem érzés, mert valószínű, nem tudunk róla, megígértem neki az én lélekszerződésemben, hogy segítek neki. Megmentem őt. Kitől mentem meg őt? Magától, a maga hülyeségétől, a maga tapírságától, az elakadtságától, a rossz mintáitól. Itt ez a megmentő, ez egy alsó, tolakodó, sebzett és eléggé gyűlölködő energia. Ez a megmentési processz viszont egy magasabb dimenzióból jön, ez nem sebzett. Ez az embert arra készteti, hogy kutasson, hogy nézzen utána a dolgoknak. És azért mit csináltam a nagy technikát, hogy nézzük meg az én esetemben ez az illető, aki kihozott belőlünk negatív vagy rossz érzéseket, hogy neki mi hiányzik. Abban a pillanatban, amikor ismerjük ezt a nagyon mély pszichológiát, hogy neki mi hiányzik, mi meg tudjuk őt tanítani, azaz mi megmentjük őt a saját mintáitól, bocsánat, megmentjük őt a saját mintáitól, és a mi lélekszerződésünkben ez a pont kap egy pipát, és ez az eszméletlen kudarc érzés, ami a vállunkon addig volt, eltűnik. Rengeteg embernek most van váll problémája, fáj a válla, azért, mert ezek a megígért, ki nem fejezett, vagy a tanítások és ezek a lelki terhek, azok még ott vannak. Azért, hogy említettem, csináltam a nagy technikát, hogy ha valaki megtanulja, és a spirituális és a kvantum pszichológiát mögötte olyan szinten gyorsan ki lehet takarítani az elmét, és a külvilágot is át lehet rendezni. Tehát itt az én esetemben, hát mi hiányzik neki? A minden. A normalitás, a szeretet, az ész. Valószínűleg egy klón volt, vagy valamilyen emi klón, tudod, ilyen biorobot, de mindegy, ha bennem felhoz valamit, akkor az az én tanulásom, az én leckém, és egy évig tartott nekem, még úgy ráéreztem ezekre, de jó régen volt. És ráéreztem, hogy az ő egója, ugye az ego az egy időpazarló gép, az ő méltánytalansága, az ő érdemtelensége, az ő rengeteg rossz traumatizált mintája miatt én engem szerette volna a segítségemet, viszont annyira alulértékelte magát, hogy nem volt más eszköz a kezében, mint hogy támadjam. Erre mondtam, a sötétség mindig támadja a fényt. Több tízezer támadást intéz az ember a fény felé, amíg nem takarítja ki a buksit, és aki ezt nem ismeri, az csak viszi tovább a mintát. Fölismertem ezeket a mintákat, hála Istennek ismerem ezt a mély kvantum pszichológiát, és én megtanítottam őt arra, hogy figyelj, teljesen leredukáltad magad, teljesen méltánytalannak érzed magad, érdemtelennek és értéktelennek, és ha engem így támadsz, magadat támadod, és tönkreteszed az életedet. Oké? Okay? Ez hála Istennek a nagy technikán belül ki lehet mondani, ami azt csinálja, hogy az éteren keresztül be csurog az ész, és a másik embernek esélye nincs arra, hogy ez elől elmeneküljön. Ha a fizikai síkon beszélnénk, akkor ugye beleütközik legtöbbször a kommunikáció az ego falba, és akkor az befeszkedik, meg hárít, meg tudod, az ego az nagy okos, persze buta. De minél tisztább és fényesebb az ember, annál kevesebbet alkudozik, meg tudod így vitatkozni, mert nincs rá szükség. Na az a lényeg, hogy ez a megmentés, ez egy magasabb szintről jövő, nincs benne kompromisszum, nincs benne tolás, mivel mind a kettő jól jár, ez az ekológia.
Megmentem őt, megmentem magam, mert azzal az én törzsfejlődésem is fejlődik, vagy megyek, hogy előre haladok előre. Ez az archetípusú ősi rossz minták viszont tolakodnak, sebzettséget vetítenek ki a másikra, és ez azt okozza, hogy a másik meghátrál. Ebben az energiában van ugyanaz, amit Jézus mondott, hogy ne vess gyöngyöt disznók elé. Aki engem nem hall, az nem az apám, atyámhoz fohászkodik. Ennyire egyszerű. Nem szabad tolni, és mindenki tol, 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 vegyél tőlem valamit, vásárolj, majd én segít, ne segíts, ülj le, takaríts ki a buksit, és majd az univerzum behozza eléd azt a klienset, a klienseket, az eredményt, amire te igazán neked szükséged van. Jó, remélem ez segít, szép napot, szia! Sziasztok!